Fülek egyetlen szakközépiskolája hatalmas változásokon megy keresztül az elkövetkező évben. A sikeres pályázatoknak köszönhetően 1,2 millió eurót fektetnek be új modern berendezések, gépek, felszerelések vásárlásába, a szakműhelyekbe és a szaktantermekbe egyaránt. Valamint 350 ezer eurót fordítanak az iskola és a tornaterem részleges felújítására. Ezekkel az újításokkal a környék legmodernebb szakközépiskolájává válnak. Ez a befektetés tulajdonképpen lehetővé teszi nekünk azt, hogy szakképzési centrummal váljunk. Tulajdonképpen a Dél-Szlovákiában az egyik legjobban felszerelt szakiskola leszünk, ami tulajdonképpen nemhogy egyenértékű lesz a mostani vállalkozók, illetve cégeknek a felszerelésével, hanem legalább egy pár éves előnyt szeretnénk szerezni, úgyhogy a diákjaink előre föl legyenek készítve arra, ami majd a jövőbe várni fogja őket. Őrületes a kereslet a szakmunka után, tulajdonképpen mindenki, aki nem utasítsa el a szerződést a munkadóval, munkahelyet talál. Ebben a csarnokban az első ilyen fecskék, amik megérkeztek a gépek terén, illetve az új gépek terén, ezek NC megmunkálógépek, itt láttuk két NC esztergát, illetve két marógépet, egy nagyobbat, egy kisebbet. Ezek már digitális méréssel rendelkeznek, megfelelnek a mai kor igényeinek. Ugyanúgy egy nagyon komoly heggesztőasztalt, ami szintén a mai kor igényeinek megfelel, ugyanúgy gépeket, berendezéseket, ez pedig a csúcs a mai heggesztés, illetve forrasztás terén, ez német cégtől, illetve cseh cégektől, van itt TIG, MIG, illetve hordozható generátoros heggesztőgép. Amit most itt látunk, ez csak egy része, egy töredéke az egésznek. Ez egy nagy formátumú faipari CNC megmunkáló, ennek egy 2 méter x 3 méteres lefogatóasztala van, ahol nagy formátumú 3D gravírozást, illetve nagy formátumú pontos kivágást tudnak végezni majd a faipari munkások, illetve a diákok, akik ezeken a gépeken tanulnak be, úgyhogy ez is a mai elvárás. Nek megfelelő gép, illetve pontossággal tud dolgozni. De ugyanúgy az elektrotechnika automatizáció terén a legmodernabb Lucas Nulle laboratóriumokkal leszünk felszerelve. Az autószerelők szintén kapnak új berendezéseket, legújabb diagnosztikai berendezést, ami a modern kor autóinak az összes elvárását tudja teljesíteni. Így diagnosztizálni, hibákat kiolvasni, hibákat törülni, felülírni. Úgyhogy szerintem ezen a részen is, ezen a szinten is nagyon előrelépés lesz. Az intézményben 11 osztályban 206 diák tanul, őket 17 szakképzett tanár és 12 szakképzett mester oktatja. Az iskolát választó diákoknak lehetőségük nyílik tanulmányaikat felépítményi, tanulmányi és szakmunkás szakokon végezni, illetve az alacsonyabb középfokú végzettség is megszerezhető. A diákok a következő lehetőségekből választhatnak. Számítógéppel vezérelt megmunkáló és hegesztő berendezések programozója, elektronikai műszerész, autószerelő, asztalos, irodai asszisztens, mezőgazdász, közúti közlekedési szolgáltatások, gépipari gyártás, konfekciógyártás. A szak miatt jöttem el az iskolára, elektronikai műszerész. Van itt egy olyan plusz ennek az iskolának, hogy van kollégium is, szóval nem muszáj beutaznom minden reggel, és valamit az iskoláról már tudtam, mivel apám és testvérem is járt erre az iskolára, meg ugyanára a szakra is. Azelőtt a Kármán József alapiskolában tanultam, és a nyílt napon, amikor eljöttünk ebbe a iskolába, nagyon megtetszett. Én a CNC programozóknál vagyok, szerencsére nagyon örülök, hogy hozzájuk csatlakozhattam. Nagyon jó iskolám, nagyon jó ez a iskola, és nagyon sok plusszal rendelkezik, például, hogy különböző szakkörök és a Erasmus projekttel is van itten. A múlt héten jöttek vissza Bécsből, a diákjaink márciusban pedig Olaszországba, Milánóba fognak utazni. Ez az egyik aktivitás, ez egyenlősen az iskolának az aktivitása.
A másik aktivitásunk, hogy ugye tagjai vagyunk a szlovákiai gépészeti klaszternek, ahol a gépészeti klaszteren keresztül vizsgáljuk a európai szakképzést. A tanulók az iskolán kívüli szabadidős tevékenységbe is aktívan bekapcsolódhatnak. 17 szakkör áll rendelkezésükre, illetve tanáraikkal együtt részt vesznek különböző versenyeken, kiállításokon, melyeken a saját maguk által készített termékeikkel versenyeznek, vagy kiállítják azokat. Van itt több SEAD fejlesztésű gép, például az a faszhárítógép, ami egy díjat is elhozott. A gazdasági minisztérium díjazta egy külön díjjal. Ilyen újabb projektekből, amit díjazott például a Samsung egy külön díjjal Nitran a fiatal középiskolások versenyén 5000 euróval, ez egy panel, amit itt terveztek a srácok, ami valójában egy reális munkafolyamatot mutat be. Egy gyárban lett ez aztán elhelyezve, ahol dinlistákat gyártanak itt a környéken. Ez hajlítást végzi, pontos mérést, úgyhogy 10 mm-re pontosan leméri az anyagot, illetve levágja ezt a perforált anyagot. Vélhetően az új iskola évtől a duális képzésbe is bekapcsolódnak. Ezáltal a diákok a tanintézetben folyó elméleti oktatást a vállalatoknál, cégeknél gyakorlati képzéssel párosíthatják. Az iskola vezetése bízik abban, hogy a változások meghozzák az eredményeket. Ezáltal még vonzóbbá válik az intézmény a diákok számára, és a fejlődés útjára tudnak lépni.